Folytatódik a néhány éve elindult HPV elleni védőoltási program. Mint ismert, 2014 őszétől ingyenesen kaphatják meg a 7. osztályos, 12. életévüket betöltött lányok a ményakrák elleni védőoltást. A rosszindulatú ményakrákok 70-80%-át a HPV okozza. A vakcina nem csak a 12-13 éves lányok számára javasolt, kortól függetlenül minden nő számára ajánlják a megelőzés ezen formáját, hangsúlyozzák a szakemberek. Emberek. Az időben beadott vakcina és a 25 éves kor feletti rendszeres ményakszűrés együttesen nyújt védelmet a ményakrák ellen. Az oltással kapcsolatban még mindig igen sok kérdést kapnak a gyermek és felnőtt házi orvosok is. Köszöntöm a stúdióban dr. Újhelyi Jánost, gyermekorvost Jóvala. és sportorvos is, de most mind gyermekorvos fogjuk kérdezni. Miért éppen a 12-13 éves lányok? Igen, egy nagyszerű oltóanyagról van szó, tulajdonképpen három oltóanyag van most forgalomba, ami a humán papillomavírus ellen véd, illetve az ellen termel ellenanyagot, és ugye mivel tudjuk, hogy ezek között a papillóma vírusok között vannak úgynevezett onkogén vírusok, hisz több száz fajta papillóma vírus létezik, ezek közül kevesebb számú, de veszélyes onkogén, tehát rákkeltő vírus, és ezek gyakorlatilag szexuális úton kerülnek a szervezetbe, és okozzák a nők halálá, halál, korai halálozásának a felé a, a, a második leggyakoribb halálozását az emlőrák után. Nos, azért kell a gyerekeket védeni, mert még a szexuális aktivitásuk nem indul be, és gyakorlatilag, ha időben megkapják a védőoltást, akkor egy olyan szintű ellenanyag titer, ellenanyag mennyiség képződik a szervezetbe, hogyha a későbbi életük során találkoznak ezekkel a vírusokkal, akkor már mint védett személyek lesznek, és körülbelül 70-80, egyesek szerint 90 ban is kivédi, a mély nyakrák lehetőségét. Nos, az állam, ezek, ahogy a bevezetőben is elhangzott, 2014 óta ingyenesen biztosítja a 12 évtől idősebb, de hangsúlyozni kell, hogy 15 évtől fiatalabb gyermekek oltását. Tudnék, ezek a védőoltások, háromfajta védőoltás van ebbe a tekintetben, három alapoltással, biztosítható lenne általában a védelem, de bizonyított, hogy a 14 éves korú gyerekek, tehát 15 év alattiaknál kettő oltás is teljes védelmet biztosít. Ezt biztosítja az állam ingyenesen, mivel most még ez nem került át kötelező, a kötelező oltások sorába, ezért mi ezt fakultatív oltásnak nevezzük, ami azt jelenti, hogy a szülő, a gyermek együttesen eldönti, hogy ő kérje. Persze, mi gyermekorvosok, orvosok azon vagyunk, hogy ezt mindenki kérje, hisz amikor bekerült ez az oltás az országba, több mint 30 ezer forint volt darabja, és akkor ezt meg lehet szorozni hárommal, most pedig kettő oltással ingyen biztosítja az állam ezeknek a kislányoknak az egészségét. Mennyire elterjedt, mennyire kedvelt ez a lehetőség a szülők és a gyerekek körében? Én azt mondom, hogy Magyarország az egészségügyében, egészségügyi vonatkozásában sok szép eredményt ért el, de a leg, legbüszkébbek a magyar emberek az átoltottság tekintetében lehetnek, mert Magyarországon a Kötelező védőoltások vonatkozásában több mint 98% az átoltottság, és ugyancsak magas az úgynevezett fakultatív oltások körében az átoltottság. Itt más oltóanyagot is megemlíthetnék, de mondjuk a CERVARIX vonatkozásában, amit most adunk a hetedikeseknek, gyakorlatilag én is alapellátó orvos vagyok, és iskolásokat oltok. Elvétve alig-alig van gyermek, aki nem kapja meg. Tehát ebben a körben, és meggyőződésem, hogy ez a védőnők és a gyermekorvosok meg a média hat, hatékony segítségével, csak nem százszázalékos ez is. Ugyanakkor meg tudunk buta gondolatokról, meg interneten terjedő nem szakmai hozzáállásról, ezek is előfordulnak, de azt mondom, hogy, hogy igencsak jó az eredmény Magyarországon, Cervarix vonatkozásában is. Maradjunk még egy picit a HPV-nél, ugye az is elhangzott, hogy bármilyen életkorban meg lehet ezt a, lehet kérni ezt a védőoltást természetesen, az már nem lesz ingyenes, hanem fizetni kell érte. De hogy érdemes-e, és milyen életkorig érdemes? Tulajdonképpen minden oltóanyagnál a gyár, amely a kipróbálást, illetve a tesztelést végezte, meghatározza, hogy milyen feltételekkel, és milyen korban, és mennyit ad, ad és javasol adni, hogy az teljes eredményt hozzon. Amiről most beszélünk, gyakorlatilag nincsen kontraindikációja a kort illetően, de az megint érthető, hogy az a hölgy, aki már megfertőződött humán papilloma vírussal, annak nem lesz eredményes az oltása, mert gyakorlatilag már nem tudja kivédeni. De ennyi, annyi bizonyos, hogy sem kóros elváltozás, sem rákot nem okoz, tehát maximum nem lesz hatékony ez az eredmény. Ugyanakkor meg egy komoly nőgyógyászati szűréssel még ennek a rákos állapotnak az előállapotát is, illetve azt mindenképpen tisztázni lehet, hogy ő fertőződötte már azzal, vagy nem. Tehát én azt tanácsolom, hogy aki szeretné, és több mint hát 15 éves, illetve ugye 2010 14-től van az oltást, most 17, tehát aki, aki 18 évnél idősebb, tehát nem kaphatott ilyen oltást, az nőgyógyászati szűréssel, előz, egy előzetes nőgyógyászati szűrés után nyugodtan kérje ezt az oltást, mert semmi veszélye nincsen. A CERVAX vonatkozásában ez több mint 40 év, 40-50 évig javasolja a cég, a gyártó cég, hogy kapja, megkaphatják az oltóanyagot. Vannak-e olyan védőoltások, és itt már nem csak a HPV-ről beszélünk, hanem egyéb védőoltásokról, amik ellen nagyobb az ellenállás a szülők részéről, több információ kering ennek a, a kockázatairól. Azt mondtam az előbb, hogy nagyon örülünk a, te, a majdnem tökéletes átoltottságnak, tehát tömeges ellenállás nincsen. Az a meggyőződésem, hogy egy meggyőző propagandával a, a tévhiteket gyorsan ki lehet küszöbölni, de volt egy-két oltóanyag, ezt említhettem nyugodtan a, a kanyaró elleni kombinált oltóanyagot. Ott kerül hát interneten fals információk, miszerint az valami fajta idegrendszeri ártalmat okozhat. Ezt a szakma nem hogy megszáfolta, hanem egy, ez egy nonsens állapot, és gyakorlatilag ez már megnyugodott, lecsitult. Tehát tömeges ellenállás nincs. Nyilván, hogy nem kérdezzük meg a gyermekeket, hogy szeretnének-e oltóanyagot kapni, mert senki sem szeretne. A szülői oldalról pedig azt gondolom, hogy a szülő ők többsége, túlnyomó többsége felvilágosult, és megérti, hogyha az őt választó orvosa melegen ajánlja és ajánlja, akár az ajánlott oltásokat is, a kötelező meg kötelező, akkor nincsen olyan nagy ellenállás ez ellen. Azt gondolom pont a kanyarú elleni átoltottság volt az, ami igen nagy jelentőséggel bírt épp a közelmúltban, hiszen nemrég azért a kanyarú felütötte a fejét itt a szomszédos országban, és így nálunk is. Így van, és a nyiregyházi emberek és a magyar emberek tapasztalhatták, hogy egy szemet nem lehet lazítani az oltási fegyelemen, mert a Romániába duló és sok száz ezer halálozást is kiváltó kanyaró járvány egy-egy kis hulláma Magyarországot is elérte, és a városunkban is megfordultak már bizony ö, ö, romániai ö, kanyarós betegek, és annak köszönheti a nyiregyházi lakosság, hogy itt tömeges járvány nem alakult ki, hogy itt is jó volt az átoltottsága, éppen azel, azzal az oltóanyaggal, amiről a, említettem, hogy bizony az interneten fals információk is keringtek. Doktor Újhelyi János, köszönjük, hogy vendégünk.